anyám még 50. házassági évfordulójára igyekszem Balatonra. A kártyámat nem tudom használni, ezért nem tudok tankolni. Készpénzem nincs, ennyi a benzinem. 120 km-t kéne ezzel elmenni. Most ha 40 literes a tank, akkor ez nincs 10 liter. Hát ez egy jó kis teszt lesz, hogy le tudunk-e érni. Ennyi benzinből. Silfokig. Egy átlagos Suzuki-nál nem kéne, hogy gondot okozzon, hogy mondjuk 6 literből vagy 5,5-ből lejusson mondjuk jó odafigyelés mellett Silfokig, csak ugye ez nem egy átlagos Suzuki, hanem egy automata váltó Suzuki. És innentől kezdve ő a három sebességével, mondjuk jó elnyújtott sebességekről beszélünk, tehát olyan, mint hogyha mondjuk 4 sebességes lenne az autó. Hát így már azért aggasztó, és már most látjuk, hogy már lejjebb ment a mutató, pedig még Érd környékén vagyunk, hát nem tudom, mi lesz. Ilyenkor még az emelkedőket is észreveszem, de hát annyit tudok tenni még ugye az ügy érdekében, hogy mindig annyival megyek, amennyivel lehet. Úgyhogy védakapu. Most be is fejezem ezt a videózást egy kicsit, és jól beállok 50-re. Ne basszogasson senki. Időközben megérkeztünk Gárd-Velence térségébe, ahol 40-nel lehet menni. Ami nem tudja a fogyasztásnak mennyit tesz, jót itt is kíma, hogy 40. Itt most a 40, ugye most éppen ugye kiderítem, hogy miben van az autó. Ugye itt nem látom. Igen, most bekapcsolt 3-asba. Hát éppen a 3-as legalján így 40-45-tel tudunk autókázni talán. Igen, de oké, majd 40. A következő nagyobb város Székesfehérvár, ott már lehet menni rendesen. De hát, mi fogyasztást teszünk, most ez nem tudom, hogy jót tesz vagy rosszat, de talán rosszat biztos nem. Mindenesetre eddig elégedett vagyok. Egy jó kis teszt nekem arra, hogy tényleg lássam, hogy ugye városban ez mondjuk 100 km nem lett volna elég már ez a benzin városban. De most vagyunk kb. Fél úton, ugye itt az 50-es tábla. És nekem mondjuk 110-nél kell, tehát még van 60 km, tehát ugye mondjuk 50 km alatt vagy 40 km nem nagyon mozdult meg, akkor remélem, hogy a maradék 60 alatt sem nagyon fog. De biztos fog, de hát meglátjuk, hogy mennyit. Ugye, hogy mennyire mérnek jó ezek az órák, az is jó kérdés. Hát nem sokára kiderül. Minden király. De hát és Suzuki-ról beszélünk, úgyhogy nagy hibák nem lehetnek. Mindig a 7-es úton vagyunk, most hagytuk el Székesfehérvárat, és most már látszik a mutatón, hogy jócskán lejjebb ment, és hát hogy hány kilométer van hátra, az egy jó kérdés, mindjárt meg tudjuk. Továbbra sem megyünk nagyon gyorsan, itt a szemát talán lehetne menni 90-en is, de mi nem fogunk. Külön egy kedves ismerősömnek mutatom ezt a lószállítót, mégis érkeztünk Polgárdi végére. 87 kilométerre járunk, ugye? 87-esnél. Úgyhogy, hát így áll a mutatónk. Szerintem ezt a 16-20 kilométert valahogy kihúzzuk. És hát ugye, azt tudjuk, hogy Lepsénél még megvolt a lendület. És szerintem meg is marad végig. Itt szoktunk fölmenni a pályára, úgy megyünk, de én nem nagyon szoktam autópályázni. Egyrészt, ha ott van egy baleset, hogy bármi, azt sokkal nehezebb kikerülni, vagy lehetetlen. Másrészt, én szeretem látni azokat a helyeket, amiken keresztül megyünk, még egy hosszabb is az út időben. De látok olyan helyeket, embereket, kerítéseket, házakat, autókat, egy csomó dolgot, amit egyébként nem látnánk, úgyhogy ez miért tolatott vajon? Hát tudja mondani valaki, hogy ez mit csinál? Jaj, most már értem, ott van valami állatka, és azt szeretné megmenteni, igen. Vagy nem megmenteni akarja, de elvinni magával. Szóval, Siófok 25 km, azt írja. Hát arra még talán elég lesz ez a benzin. Remélem.
részemről megérkeztünk, már majdnem megtörtént. Apám ennél a benzinkútnál dolgozott szerintem évtizedekig. Tehát itt vagyunk már Siófokon ezek szerint biztosan, de ez nyilván még csak a legeleje az egésznek, egy ilyen bevezető út, vagy nem tudom. Itt van jobbra az aranykvart elvileg, de hát azért még az is egy kicsit odébb van talán. Úgyhogy nagyjából megjöttünk. Azért előttem még van mondjuk szerintem 5-6-8-10 kilométer, annyi mondjuk 10 nincsen, de mondjuk egy 5 biztos van. Így áll a mutatónk, tehát tulajdonképpen sikeresnek mondhatjuk már most az expedíciót, amire azt hittem, hogy nem fog lejönni, de jók vagyunk, úgyhogy 110-es kilométer, haladunk előre. Itt a tábla, tényleg megjöttünk. Itt a lezárt vasútállomás, úgyhogy ennyi, és hát ikonikus része a helységnek nyilvánvalóan Marci ABC, úgyhogy most már tényleg itt vagyunk, és akkor elmondhatjuk, hogy sikeres volt ez az expedíció, ugyan tényleg majdnem a nullán állunk, de még nem, szóval ez még szerintem valamire elég is lehetne, minden esetre mire érkeztünk, célegyenesben vagyunk, most már majdnem nem, tényleg. Úgyhogy minden kalapom le a kis autó előtt. Szerintem ezt sok modern, nagyobb autó nem tudta volna megcsinálni, mert össze-vissza vannak optimalizálva mindenfélére, ugye? Nem a fogyasztás feltétlenül fontos, nem a környezetvédelem, meg mit tudom én. És hát ez nem mindig egyezik sajnos. Mi viszont lassan megérkeztünk, úgyhogy lassan zárom a videót. Elkezdtünk sikeresen kimenni, csak tankolni fogunk elmenni, utána pedig visszamegyünk Budapestre, és sikeres napot zárunk. Anyám még 50. házassági évfordulójának ünnepésére érkeztünk. Én és a Suzi. Úgyhogy köszönöm, tartottatok, vegyetek 10 Suzukit, mert az jó. Sziasztok!